Bejelentették a fagykárokat, több mint 2300 jelzés érkezett a megyei agrárkamarához. Legnagyobb mértékben a Nagykállói és a Nyírbátori járásban fagytak le a gyümölcsfák. Segélyszállítmány a megyéből, mintegy 1200 tonna szabolcsi almát osztanak szét országszerte a rászorulók között. Lehetőségek az exportra. A külügyi és külgazdasági miniszterhelyettes szerint az innovatív cégeknek van esélye arra, hogy külföldön is sikeresek legyenek. Hétfőn lejárt a fagykárok bejelentésének határideje. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 2300 jelzés érkezett a megyei agrárkamarához. Legnagyobb mértékben a Nagykállói és a Nyírbátori járásban fagytak le a gyümölcsfák. Voltak olyan területek is, ahol viszont 15 bejelentésből 12 alaptalan volt. Az idei kár után csak jövőre juthatnak pénzükhöz az érintett gazdák, akinek szükséges, támogatott hitelt is felvehet. Az, hogy milyen mértékű a fagyás ebből a csokorból, ezt egyelőre nem tudjuk. Nagy valószínűséggel ez lehullik. De... Április 22-én a hideg éjszaka után egy nappal mutatta Ványi Gábor, hogy lefagyott a cseresznyevirág. Nem csak ezt, hanem az almát, a medgyet és más gyümölcsfákat is tönkretett a hideg. A megyei agrárkamara elkészítette az összesítést, ebből kiderül, hogy 2341 gazda jelzett kárt. A Nagykállai járás és a Nyírbátori járásban voltak mínusz 4 és mínusz 6 és fél fokok, itt keletkeztek a nagyobb mértékű károk, és akkor a három település vagy három járásból nem jeleztek abban a két napban, abban a járásokban később is, ez Csenger, Máté, Szalka és Félgyarmat környéke. Később már jelentkeztek ott is ilyen fortszerűen, de kevés mennyiségben is kevés károsodott gyümölcs van. A többi járásokban meg elmondható, hogy járáson belül is egy-egy részen volt valamilyen mértékű, kisebb mértékű, más településeken meg abszolút nem járáson belül is. Készült egy országos összesítés arról, hogy melyek azok a települések, ahol gyakran van fagykár. A rangsor elején 73 településsel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll. Második Vas 53, harmadik pedig Bács-Kiskun megye 39 településsel. Attól, hogy bejelentették a fagykárt a gazdák, még nem jutnak automatikusan pénzhez. Nagyon fontos két dátumra szeretném felhívni a fagykárt szenvedett termelők figyelmét. Az egyik, hogy szeptember 15, tehát 2016. szeptember 15-ig a hozzájárulásukat be kell fizetniük az alapba, és ami nagyon lényeges, hogy november 30-áig, 2016. november 30-áig az MVH-hoz a kifizetési kérelmi igényüket is be kell nyújtaniuk. Mind a két dátum jogvesztő hatályú. Sajnos tavaly több termelő kicsúszott a bejelentési kötelezettségből. A megyében vannak olyan termőterületek, amelyeken szinte minden évben van fagykár. A kamara elnöke szerint ezeknek a gazdáknak el kellene gondolkozni azon, hogy ott nem gyümölcsfákat telepítenek. A termőhelyi adottságokat valóban vizsgálni kellene, és vizsgálják is, és ahol mondjuk 5 évből valóban 3 évben elfagy, az a mi javaslatunk is a kamara állás foglalása is, hogy azért, ha valakit telepíteni akar, akkor ne ott bővítse már, ahol lássa, hogy minden évben ez előfordulhat, hanem cserével vagy termőhely vásárlással költözön el arról a környékről. Aki nem tud költözni és a fagy miatt pénzügyi nehézségei vannak, támogatott hitelhez is hozzájuthat. Ebben egyrészt nincs járulékos költség, másrészt, ha 10 hónap múlva egy összegben visszafizeti, akkor kamatot sem számol fel az egyik hazai állami pénzintézet. Mintegy 1200 tonna szabolcsi almát osztanak szét országszerte a rászorulók között. A gyümölcsöt Európai Uniós költségvetésből a gazdák megsegítésére vonják ki a piacról és adományozzák rászorulóknak. Így a kilónkénti 12 forintos felvásárlási ár helyett akár 80 forintot is kaphatnak a termelők az első osztályú étkezési gyümölcs kilójáért.
Ilyen kamionokkal indul el hamarosan a nagykálói almasegélyszállítmány az ország különböző pontjaira. Az egészséges, étkezési minőségű gyümölcsöt egy Európai Uniós lehetőség keretében az úgynevezett piaci zavarok elhárítása érdekében vonják ki. Ez azt jelenti, hogy a kieső orosz piac miatti károk mérséklésére a hazai gazdáknak lehetőségük van, mintegy 3500 tonna zöldség és gyümölcs kereskedelmi kivonására. Vagyis az eladhatatlan, illetve a nagyon alacsony áron értékesíthető, de első osztályú zöldséget és gyümölcsöt megsemmisítők EU-s támogatásban részesülnek. Kovács Lajos, az MVH megyei kirendeltség vezetője a rendezvényen elmondta, a 3500 tonnányi keretből tavaly mintegy 1400 tonnányi paradicsom beszántására kaptak támogatást a termelők. A betárcsázás helyett a nagykelői tész most a karitatív célú kiosztást választotta. Körülbelül 1200 tonnányi almáról van szó, amely kiosztásra kerül az elkövetkezendő egy hónapba. A lehetőség, illetve hát a jogszabályoknak megfelelően itt a karitatív tanács tagjai vesznek részt ennek az almamennyiségnek a kiosztásában. Az ügyvezető hozzátette, az uniós rendelet szabályozza, hogy mely szervezetek vehetnek részt a szétosztásban. Az MVH és a Nébik pedig a csomagolást, a szállítást és a kiosztást is ellenőrzi. Nagykálló polgármestere arról beszélt, hogy ezzel az akcióval az egész országban megismerhetik a szabolcsi almát, azok is, akik eddig nem juthattak hozzá a gyümölcshöz. Az, hogy eljutatunk olyan emberekhez gyümölcsöt, almát, akik sajnos ezt nem tehetik meg minden nap, és közösen gondolkodva, egymás segítve tehetjük ezt meg, ez is egy fontos üzenet. És erre azt gondolom, minden nagykállóinak büszkének kell, hogy legyünk, és minden ilyen kezdeményezés mellé oda kell, hogy álljunk. Juhász Zoltán elmondta, Nagykálló és térsége jelentős almatermelő vidék. A városban megközelítőleg 30 nagyobb almához köthető vállalkozás működik, a gyümölcsösökben pedig több száz nagykállóit foglalkoztatnak. Műszakiztatni kell a permetezőket, és a helyi jegyzőnél be kell jelenteni a permetezést. Ezek a legfontosabb növényvédelmet érintő változások az idei évtől. A műszaki felülvizsgálatot november végéig büntetés nélkül elvégeztethetik a gazdák. Más kérdés, hogy az országban eddig csak egy helyen lehet ezt megtenni, Fejér megyében. Ahogy a gépjárműveket, úgy hamarosan az ilyen motoros permetezőket is vizsgáztatni kell, ha azok idősebbek két évnél. Ezeknél a mezőgazdasági eszközöknél azért is fontos a megfelelő műszaki felkészítés, mert gyakran az emberi szervezetre veszélyes mérgeket szórnak. A vizsgálat a környezeti terhelés visszafogása mellett a növényvédelmi költségeket is csökkenti. A határidő közeleg viszont egyelőre még csak egy ilyen vizsgaállomás működik az országban. Most egy relatíve új dolog, nem új, mert 2009 óta van egy Európai Uniós jogszabály arra, hogy minden növényvédelmi gépet műszaki felülvizsgálatba kell részesíteni, és ez 2016. november 26-áig egy alkalommal meg kell, hogy történjen. Sajnos nálunk Magyarországon ezek a vizsgálóállomások nem indultak el, most van kialakítás alatt. A Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara magára vállalta a feladatot, hogy létrehozza ezeket a vizsgálóállomásokat. Az első állomás felállítása Fejér megyében már megtörtént, a többi megyében pedig jelenleg van folyamatban. A gazdáknak november végéig van idejük arra, hogy bejelentsék a Növényorvosi Kamara megyei területi szervezeténél a permetezőgépeiket. Ha ez a bejelentés megtörtént, előbb-utóbb sorra kerülnek a műszaki vizsgán, és a Nébik ezt a vizsgára jelentkezést már elfogadja egy esetleges ellenőrzés alkalmával, tette hozzá az igazgató. Vasottó arról beszélt televíziónknak, hogy a gépek szerkezetének összehangolt beállítása szükséges a megfelelő működéshez, de elsődlegesen a szórófejek hatásfokát vizsgálják. Főleg, amit nézek, az a szóráskép, tehát hogy ugye mondjuk van egy 18 méteres kerete egy szántóföldi permetezőnek, azon van 36 szórófej, és hát itt a régebbi gépeknél, lehet, hogy még az újabbaknál is előfordul az, hogy az egyik szórófej mondjuk sokkal többet szór, mint a másik. És itt előfordul ebben az esetben, tehát hogyha ilyen rossz a szóráskép, hogy egy sávban túl sok permetszert kap, vagy másik sávban meg túl keveset a növényállomány, és akkor ilyenkor előfordul az, hogy rezisztencia alakul ki, vagy pedig kiég, ahol túl sokat kap a növény. A műszaki vizsga 3 évig lesz érvényes. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, növényvédelmi bírságot kaphat és eltilthatják a permetezőgép használatától. Kis- és középvállalkozások export lehetőségeiről tartottak előadást Nyíregyházán. Szabó László, a külügyi és külgazdasági miniszter helyettes azt mondta, az innovatív cégeknek van esélye arra, hogy külföldön is sikeresek legyenek.
Hetente 730 ezer csirkét dolgoznak fel a kisvárdai Mastergut gyárában. Idén azt tervezik, hogy heti 1 millióra emelik a kapacitást. Ehhez 500-al bővítik a jelenlegi 820 fős létszámot. A cég bevétele tavaly elérte a 40 milliárd forintot, amelynek 70%-a exportból jött. Ahhoz, hogy egy cég sikeres legyen a külpiacon, az anyagi biztonság mellett most állami támogatás is rendelkezésre áll. De az üzleti titok miatt nem mondhatom meg. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium és az Exim Bank közös tanácskozásán azt mondta, több cég is érdeklődik a nyíregyházi befektetések iránt. Szerinte vonzó lehet, hogy a megyét és a megyeszékhelyt könnyű megközelíteni. Mindenki látja, már talán közlekedik is rajta, a nyugati elkerülőnek egy 7 kilométeres szakasza megépült, és az a tervünk, erre is van egy pontja a kormánnyal kötött megállapodásnak, hogy 2020-ig bezárjuk. A konferencián Szabó László, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy a Nemzeti Kereskedőház csaknem 40 országban jelen van azért, hogy képviseljék a magyar cégeket. Segítenek a nyelvi problémákban, és akár a szerződéskötésekben is. Az Exim Bank az kifejezetten erre hozott létre egy konstrukciót, hogy azokat a kis közepes vállalkozásokat tudja segíteni, akár közvetlenül a vállalkozó támogatásával, akár a vevőknek a támogatásával, hogy a magyar áruknak tényleg ne pénz ne legyen akadálya, hanem az innováció, a kreativitás az a fontos. A miniszter helyettes hozzátette, jelenleg 4000 cég dolgozik külföldi piacokra. A kormány célja az, hogy 2020-ig ezt a számot 12 000-re emeljék. Bírók mellett szerezhetnek szakmai gyakorlatot a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának diákjai. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Nyíregyháza Spartakusz. Újoncként a negyedik helyen zárta a bajnokságot a Máté Szalkai MTK a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. Bírók mellett szerezhetnek szakmai gyakorlatot a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának diákjai. Fél évenként 3-3 joghallgató ismerkedhet a bírói munkával, a peres ügyekkel. Gyakorlatukat a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon tölthetik. Erről kötött ma együttműködési megállapodást az egyetem és a nyíregyházi törvényszék. Még mindig sokan jelentkeznek jogászképzésre, a végzettek száma is kiemelkedően magas. Ezt mutatja az is, hogy a tavaly térségünkben meghirdetett 4 bírósági fogalmazói állásra 18-an jelentkeztek. A nyíregyházi törvényszék tájékoztatóján az elnök kiemelte, a szakmai színvonal megtartása, emelése fontos feladatuk, ezért döntöttek úgy, hogy Debrecen után itt is elindítják az úgynevezett jogi klinikát a Debreceni Egyetemmel karöltve. A cél, hogy gyakorlatban szerezzenek tapasztalatot a hallgatók. Erre a hallgatók úgy jelentkezhetnek, hogy meg van határozva ilyen tantárgyfelvételi előfeltételként bizonyos tárgyak, hogy a közigazgatási ügyszakba, a közigazgatási jog, a munkaügyi ügyszakba, pedig a munkajog nevű tárgy teljesítése. Általában jelentős a túljelentkezés, így aztán válogatnunk kell a hallgatók között. Ez általában tanulmányi eredmény alapján a legjobbak, legkiválóbbak, legmotiváltabbak juthatnak be erre a jogi klinikai programba. A dékán hozzátette, tényleg a legmotiváltabbak jelentkeznek a programra, hiszen ezt a lehetőséget szabadon választható tantárgyként hirdetik meg a jövő tanévtől. Kreditekért és szakmai tudásért gyakorlatoznak majd a hallgatók, velük instruktorbírák foglalkoznak majd. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon összesen 8 bírót foglalkoztatunk, 4 bírót a munkaügyi ügyszakban, 4 bírót a közigazgatási ügyszakban. Az egyetem által történt kijelölés, illetve javaslatot követően mind a két ügyszakban, tehát 3 főt tudunk foglalkoztatni a munkaügyi ügyszakban, joghallgatót és 3-at a közigazgatási ügyszakban. Mind a két ügyszakból egy-egy bíró fogja őket instruálni, tehát egy közigazgatási bíró és egy munkaügyi bíró. Az ügyes joghallgatók pár év múlva akár a nyíregyházi törvényszéken is dolgozhatnak. Bíró egyébként az a jogász lehet, aki pályázásakor többek között már betöltötte 30. életévét és szakvizsgát is tett.
Feltehetően gyorsan hajtott az az autós, aki tegnap este Nyíregyházán a Váci Mihály úton megcsúszott a vizes úttesten, és egy útmenti kandellábernek ütközött. A sofőr nem sérült meg, viszont az autóban keletkezett kár jelentős. A helyszínre érkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki. Két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgó NB3 32. fordulójában Mátyus János együttese Rezes 3 góljával 3-0-ra verte a Rákosmente KSK-t, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén. A feljutást már korábban kiharcolta a Spari, de a tavaly az NB1-ből száműzött csapat nem akarta alábbadni a bajnoki címnél. A legutóbbi fordulóban a középmezőnybe tartozó Rákosmente KSK látogatott a Városi Stadionba. A hazaiak már az első félidőben szereztek 3 gólt, és ezzel el is döntötték a mérkőzést. Mivel a második helyezett Cegli döntetlent játszott, Mátyus János együttesét már nem érheti be a tabellán. A szakember edzőként először ünnepelhetett bajnoki címet. Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, az első félidőben eldöntöttük a találkozót, 3-0 vezettünk, a második félidő az picit langyosabb volt, de összességében teljesen megérdemelten nyertünk. Ha a bajnokságra tekintek vissza, ilyenkor nekem egy dolog marad vezetőedzőként, megköszönjük mindenkinek a hozzáállást, a segítséget, Révész Bálintnak, Brek Jánosnak, a stábomnak, a játékosoknak, nektek, mindenkinek, szurkolóknak mindenek előtt, hiszen olyan példátlan összefogás volt mögöttünk, hogy a végeredmény csak ez lehetett. A mérkőzésen mindhárom gólt a jövőre és a Spariban játszó támadó Rezes László szerezte. Örültem neki, hogy végre sikerült gólokat lőnöm, ugyanis már fordulók óta nem sikerült betalálnom a kapuba. Hál' Istennek most sikerült 3-szor is, és ezzel sikerült nyernünk. A Nyíregyháza Spartacus a következő fordulóban Kazincbalcikára látogat. A klub vezetői közben megkezdték a tárgyalásokat a játékosokkal. Az már eldőlt, hogy Rubus Tamás és Szokol Zsolt a Spariban folytatja a pályafutását. Újoncként a negyedik helyen zárta a bajnokságot a Máté Szalkai MTK a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes 11 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Újoncként vágott neki az elmúlt szezonnak a Máté Szalkai MTK, ennek ellenére a vezetők magasra tették a mércét. A második, ötödik hely valamelyikének elérését tűzték ki célként a csapat elé. Ehhez persze meg kellett erősíteni a játékos keretet, a rutinosabb és fiatalabb saját nevelésű kézilabdázók mellé többen is érkeztek a felkészülési időszakban. Kisvárdáról, Nyíregyháza környékéről új igazolásokkal megpróbáltuk egy kicsikét színesíteni a palettát. Én úgy gondolom, hogy ezek az új igazolásokat egyrészt a lányok is elfogadták, tehát az itteni korábbi csapattagok, másrészt pedig a újonnan ide kerültek nagy része elfogadta ezt a kis közösséget. Én nagyon örülök annak, hogy a góllövő listán is példaértékűen két olyan lány is szerepel, aki az előkelő helyen, akik ugye vitték a csapatot a hátukon. Emellett azonban voltak kettős igazolással játékosaink Kisvárdáról, akik a lehetőségekhez mértem, mert ugye nem minden bajnokin tudtak itt lenni, a lehetőségekhez képest nagyon sok oldalon tudták segíteni a csapat munkáját. Az MMTK végül a negyedik helyen végzett úgy, hogy döntetlent egyszer sem játszott a Vakarcs Kriszta által irányított együttes. 11 győzelem mellett 7-szer szenvedtek vereséget a Máté Szalkai hölgyek. Az MB2-ben a negyedik hely újonc csapatként kiváló és reális. Én maximálisan elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, hisz jellemzi a csapatomat a hullámvölgy kifejezés, mert voltak nagyon rossz meccseink, és voltak nagyon jók. Itt elsősorban a Hajdúböszörmény elleni hazai mérkőzésre gondolok, ahol sajnos időn túli 7-essel elbuktuk a mérkőzést, vagy gondolok a legemlékezetesebb meccsünkre, amikor a Kölcsey ellen sikerült hazai pályán kicsikarni a győzelmet. A jövőt még csak tervezik Máté Szalkán, az viszont már biztos, hogy lesz néhány távozója a csapatnak. Az elmúlt szezonban a végül 5. helyen záró junior együttesből többen is lehetőséghez jutottak a felnőttek között, nekik ősztől még nagyobb szerepet szán a 8 utánpótlás együttes versenyeztető MMTK. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hétfőn lejárt a fagykárok bejelentésének határideje. Több mint 2300 jelzés érkezett a megyei agrárkamarához. Legnagyobb mértékben a Nagykállói és a Nyírbátori járásban fagytak le a gyümölcsfák. Voltak olyan területek is, ahol viszont 15 bejelentésből 12 alaptalan volt. Az idei kár után csak jövőre juthatnak pénzükhöz az érintett gazdák.
Mintegy 1200 tonna szabolcsi almát osztanak szét országszerte a rászorulók között. A gyümölcsöt Európai Uniós költségvetésből a gazdák megsegítésére vonják ki a piacról, és adományozzák rászorulóknak. Így a kilónkénti 12 forintos felvásárlási ár helyett akár 80 forintot is kaphatnak a termelők az első osztályú étkezési gyümölcs kilójáért. Kis- és középvállalkozások export lehetőségeiről tartottak előadást Nyíregyházán. Szabó László, a külügyi és külgazdasági miniszter helyettes azt mondta, az innovatív cégeknek van esélye arra, hogy külföldön is sikeresek legyenek. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 25-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk majd önöket. Műsorainkat és híreinket újra nézhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, de zápor, zivatar még előfordulhat. A Kárpát-medence fölé csütörtök estig alacsonyabb nedvességtartalmú, meleg levegő érkezik. Estétől csökken a felhőzet, éjjel derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Az esti órákban lehetnek még záporok, később nem valószínű csapadék. Az északias szél éjszakára mérséklődik, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést. Helyenként előfordul záporeső, elvétve esetleg zivatar. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyengülő hidegfronti hatás van térségünkben, amely holnapra meg is szűnik. Pinteken, illetve a hétvégén általában több órára kisüt a nap, és csupán elszórtan fordulhat elő zápor, egy-egy zivatar, folytatódik a koranyáriasan meleg idő. Hétfőn hidegfront éri el térségünket, erősen megnövekszik a felhőzet, és nyugatról kelet felé átvonul felettünk egy csapadékzóna. Ezzel együtt kissé gyengül a nappali felmelegedés. Orbán napja az utolsó fagyos szent, bizony még ezen a napon is előfordulhat fagy. 1841-ben ezen a napon Eger környékén Diónyi jégeső esett.